Nos, kedves nézők, most már tudjuk, hogy hogyan lehet adventi koszorút készíteni, de hát valaki ugye vásárolja, valaki pedig inkább most kis csomagokat készít, és már az ajándékozás lázában él, legalábbis nagyon reméljük, ha pedig nem, akkor a következő beszélgetésünk után egészen biztosan így lesz. Dohanics László a vendégünk, és most meglepő módon nem elsősorban azért jöttél, hogy a József András Múzeum kiállításairól mesélj, bár reméljük, hogy azért arról is beszélünk egy picikét, hanem egy különleges akcióról. Igen, így van. Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Tavaly 2017-ben kezdtük el azt az akciót, amely egy kis doboznyi szeretet címet kapta. Ezt őképpen elesettekre, rászorulókra gondolva ajándékgyűjtést takar. Tavaly nagyon jól sikerült, 350 doboznyi ajándék jött össze, sőt mellette ruhanemük zsákokban. De mi a lényeg, hogy nagyon jól sikerült, és múlt év december 20-án, mint hogy most ez év december 20-án is ezt szeretnénk átadni illetékeseknek. Ez azt jelenti, hogy olyan karitatív szervezeteknek, civil szervezeteknek, akikkel keresztül tudjuk, hogy tényleg olyan helyre kerülnek ezek az ajándékcsomagok, ahova kell. Egy pár praktikus ötletet, vagy inkább ilyen, nem is tudom, fogást mondjunk, tehát aki mondjuk nem egy zsák ruhával érkezik majd a múzeumba, és valóban összeállít egy kis csomagot, akkor mégis milyen vannak-e paraméterek, vagy kell-e ráírni valamit, hogy kisfiú, vagy kislány kapja, vagy felnőtt, vagy gyerek? Igen, tehát éppen a dobozméret az teljesen mindegy. Azt, amit kértünk ebben a felhívásban, hogy mindenféleképpen azért ízlésesen és karácsonyi hangulatnak megfelelően legyen csomagolva. Azt kértük, hogy ne legyen teljesen, úgymond nagyon-nagyon biztosan lezárva, mert szúrópróba szerűen azért felnyitunk és belenézünk egy-egy dobozba, hogy ne kerüljön olyan tárgy esetlegesen, vagy olyan ajándéknak szánt dolog, ami nem biztos, hogy örömet okoz annak a személynek, akinek ezt szánták. Igen, megjelölve azt kértük, hogy a doboz tetejére rá legyen írva az, hogy 7 éves kisfiú, vagy éppen 17 éves lány kapja a csomagot. Telefonszámot, e-mail címet kértünk, hogy ilyeneket ne tegyenek bele, de ahogy tavaly tapasztaltuk, inkább mindenki szeret háttérben maradni és úgy ajándékozni. Mindamellett mondjam azt, hogy ami elképzelhető ajándékként, és amit mindenki ajándékozna szívesen másnak, azt szívesen vesszük. Tehát ugye akkor mégiscsak mondjuk akár ruhanemű, akár édesség, akár talán a tartós élelmiszer is lehet ugye sokaknak ajándék, akik nagyon szűkölködnek, illetve hát könyvek vagy játékok természetszerűen. Talán tényleg arra kell vigyázni, hogy azok használható állapotban legyenek, de ugye nem feltétlenül csak új dolog lehet ajándék. Nem, de azért azt kértük a felhívásban, hogy mindenki olyan tárgyat, olyan ajándékot tegyen bele ezekbe a dobozokba, amit szívesen ajándékozna úgy tovább másnak is, akár családon belül is, hogy ez tényleg értékes, nem sérült, nem rongált, hanem tényleg egy örömszerzési céllal kerül valahogy a dobozba. Úgy kell ezt elképzelni, mintha az, aki ezt a dobozt elkészíti, ő is ott lenne majd a karácsonyfa alatt, amikor ezt kibontják, és nem szeretnék ellenmetlenül érezni magát, ugye, hogy mondjuk egy háromkerekű kis autó van abban a dobozban, és bizony nem négykerekű, mert azért gondolom, hogyha itt nagyon sok csomag érkezik, akkor tényleg nem biztos, hogy van arra kapacitásotok, hogy minden egyes dobozt leellenőrizzetek meg. Hát nem is ez a cél, hanem egyfajta bizalom, hogy... Ez így van, tehát mindenféleképpen erre épül ez az egész program. Tavaly volt olyan vállalkozó, aki például 70 doboznyi vadonatúj cipőcsizmát hozott be a cipőkereskedésből, de névtelen akart és maradt is végül is. Igen, az a célunk, hogy örömszerzés legyen, illetve ezeken a szervezeteken keresztül olyan helyre kerüljön, ahova tényleg szükség van ezekre az ajándékokra. Tavaly ilyen volt többek között a Vöröskereszt, a Dankoros Egyesület, vagy éppen a Országos Nagycsaládosok Országos Szövetségének képviselő is ott volt, amikor ezt átadtuk. Ez úgy gondolom egyébként nagyon jól edzi az ember lelkét, nemesítés, szépítés. Talán csak az öröm hiányzik, hogy nem látjuk, hogy valóban mit okoz az ajándék, de valahogy el tudjuk képzelni, és aki tiszta szívvel adja, az úgy gondolom, hogy valahonnan máshonnan vissza is kapja ezt egy másféle áldás formájában. Azért mégiscsak nagyon kis nyúlfarnyi időnk van, azt hiszem, hogy van egy igazán izgalmas híred a Munkácsi kiállítással kapcsolatban. Igen, de miért még ezt mondanám, mindenféleképpen szeretném kihangsúlyozni, hogy aki valamilyen ajándékkal látogat be hozzánk, azt egy belépőjeggyel szeretnénk megajándékozni.
ajándékozni, amit 2019. január 31-ig fel tud használni, tehát mondhatom azt, hogy a teljes jelenlegi állandós időszaki kiállításunkat meg tudja tekinteni. Igen, örömteli pillanat volt, hisz mai napon 30. látogatónk megvolt, úgyhogy reggel dr. Úrik Attila alpolgármester úr és dr. Imelyes igazgató úr köszöntötte. És hogy a nagyon volt, meglepett, azért mesélj, de hát, ti már tudtátok, ugye? Már igen, mert regisztrált látogatóról volt szó, nagyon meglepődött, hogy ennyien fogadják, és ugye a média is részletekről is és más erős kivonult, úgyhogy nagyon meglepődött, hogy mi van itt Úristen, először azt se tudta, megijedt, hogy hol van. Tűzriadó vagy valami. De akkor, amikor igazgató, illetve alpolgármester úr tudatta vele, hogy milyen célból fogadják, hát abban a pillanatban úgy kisimult az arca, és érezte. Tehát jól esett neki, és mondjam azt, hogy nekünk meg azért, mert ez neki egy hatalmas nagy szám, hogy ennyien megnézték a munkácsi kiállítást. És mit kapott? Azért most már áruljuk hát el. A város is külön ajándékcsomaggal készült, illetve a múzeum is. A múzeum részéről többek között egy 2019 évre szóló kétfős belépőt minden, de minden rendezvényünkre, kiállításunkra, tehát a múzeumok éjszakájától kezdve a Szinyei Mersepál kiállításra is. Úgy hát azt gondolom, hogy szuper ajándék. Te számítottál erre, hogy 30 ezeres lesz a látogatottság? Megmondom őszintén, igen, mert csak akkor, amikor a Szeúzó kiállítás volt, igaz, hogy egy másabb jellegű kiállítás, 21 nap alatt 22 ezen tekintették meg, de egy munkácsi kiállítás, tehát egy munkácsi miáj, az sokak számára, sőt, nagyon sokak számára nagyon ismert, sőt világ színvonalú festőművész. Én azt mondom, hogy igen, tehát nagyon szerettük volna, hogy ez a bűvös létszám meg legyen, és bízunk benne, hogy a jövő évi Szinyei Mersepál kiállításunk is hasonló rekordlétszámmal fog. Hát, amíg ha überelni tudnánk, akkor az lenne a csodás. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.